Verségi Ferenc gimnáziumot 1831-ben alapították. Azóta az iskola kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan működik. Az 1880-as években államosították az intézményt, akkor készült el a jelenlegi épület is festői környezetben, a Tisza partján. A 20. század első felében vették fel Verségi Ferenc nevét. A nagymúltú és országosan elismert gimnázium legfontosabb küldetése, hogy felkészítse a diákokat az egyetemi tanulmányaikra. Természettudományi tagozatunk, társadalomtudományi tagozatunk van. Ezekről a tagozatokról azt kell tudni, hogy ide az ilyen érdeklődésű gyerekeket várjuk elsősorban. Az első két évben a természettudományi tagozaton biológiából, fizikából, kémiából, a társadalomtudományi tagozaton magyar nyelv és irodalomból, történelemből és földrajzból adunk egy kicsit többet, óraszámban is és tudásban is, de mind a két tagozatra az jellemző, hogy 11-12-ben tulajdonképpen bármelyik tantárgyakból lehet fakultációra, emelt szintű érettségire előkészítő órákra járni. Ezekbe az osztályokba várjuk azokat elsősorban, akik nem tudják még, hogy mit akarnak lenni. De az már látszik, hogy szeretnének majd tovább tanulni, de még kérdéses, hogy melyik irányba mozdulnak el. A két osztályba az érdeklődési kör szerint próbáljuk őket különválasztani, de utána bármelyik irányba tudnak tovább menni. Van egy osztályunk, a matematika tagozatos osztály. Ebben az osztályban mind a négy évben magas szinten, sok órában tanítjuk a matematikát. Szinte mindenki képes lesz a negyedik év végén emelt szintű érettségit tenni. Aztán, hogy tényleg tesz-e vagy sem, hát ez egy taktika, hogy hogyan lehet az egyetemre bekerülni. A matematika mellett 11-12-ben ők is tetszőleges tantárgyból választhatnak további fakultációt, hogy emelt szintre felkészítsük őket. Másodszor indítunk nyelvi előkészítő osztályt. Ez egy 5 éves képzés, és itt szűkebb környezetünkben ez egy különleges képzés abból a szempontból, hogy a célnyelv az osztály egyik felében a spanyol nyelv, a másik felében pedig a német nyelv. Ezeket a nyelveket kezdőszintről indítjuk, heti 12 órában tanulnak a gyerekek spanyolul, németül, utána a rákövetkező 4 évben is jelentős szerepe van a nyelvek oktatásának. Az a cél, hogy ezekből a nyelvekből az érettségire felsőfokú nyelvtudással rendelkezzenek a gyerekek, képesek legyenek kommunikálni, ismerjék a nyelvtant, magát a nyelvet, akár egy felsőfokú nyelvvizsgát is tegyenek. Mind a két nyelv mellett tanítjuk a 0. évben az angol nyelvet magas óraszámban, és ezt a gyerek végigviheti, vagy az érettségig viheti, és közben lehetősége van arra, hogy akár egy 3. nyelv tanulását is elkezdje valamikor. Logikus a 0. év után, vagy a 10. év után, hogyha leérettségizett, hát ezt majd úgy alakítjuk, ahogy az adott csoport, az adott osztály ezt igényli. Ezek a gyerekek is 3. és 4. választhatnak olyan fakultációs tárgyakat, amelyel majd az emelt szintű érettségére, az egyetemre való bekerülésre fel tudjuk őket készíteni. Lesznek olyan gyerekek, akik egy ilyen nyelvi osztályban majd a nyelvekkel fognak foglalkozni, de az várható, hogy lesznek közöttük olyanok, akik társadalomtudományi jellegű vagy természettudományi jellegű pályára fognak készülni. A természettudományi tagozaton a tanulók érdeklődési körüknek megfelelően a biológiát, a kémiát és a fizikát heti 1-1 órával magasabb óraszámban tanulják. Ennek az osztálytípusnak tényleg szerintem az az előnye, hogy nagyon homogén a társaság, tehát a nagy részük tényleg a természettudományok iránt érdeklődik. A utóbbi időben a nemzeti alaptantár megváltozásával a természettudományok eléggé hátrányos helyzetbe kerültek, már csak 2 évig tanítunk tantárgyi keretekben biológiát, kémiát, fizikát, meg földrajzot is, az mondjuk eddig is így volt már, és ebben ez az osztálytípus annyiban más a gimnázium másik 3 osztályától, hogy itt 1 órával több a biológia, kémia, meg a fizika, a 9-be, 10-be. Aztán 11-12-be fakultációs tantárgyként lehet választani, 11-be
még 3 órá, vagy 4 órával gazdálkodhatunk, a 12-ben pedig 6 órával, amit fakultációra választhatnak az A-osztályos tanulók, ez az A-osztály a természettudományos osztály, és hát nyilván ezek a gyerekek, akik ebbe az irányba mennek tovább, ezek közül a tárgyak közül választják majd a fakultációs tantárgyukat. Tehát arra is van lehetőség, hogy akkor ők nem ezekből fakultáljanak, hanem más tárgyat választanak, mert nyilván az alapképzés azért elég egységes, de a többség ebbe az irányba szokott tovább menni. Az iskola a 2017-2018-as tanévben vezette be megyénkben elsőként a spanyol nyelv oktatását. A nyelvi előkészítő tagozat 5 évfolyamos képzés pedig idén indult. A képzés 5 éves, az első éven a legnagyobb hangsúly természetesen a célnyelv elsajátítására fektetjük, tehát 12 órában 3 fő spontásban, tehát 2 kollégámmal közösen tanítjuk őket. Én a leíró nyelvtan tanítom, van egy kolléganőm, aki a beszédgyakorlatot, és a majd nyilatkozó kolléganőm pedig civilizációt tanít nekik. A civilizáció kezdetben értelemszerűen magyar nyelvű, hiszen kezdőszintről érkeznek ide, de idővel spanyol nyelvűvé válik az óra is. Az óra vezetése is elsősorban spanyol nyelven zajlik, hogy minél több nyelvi impulzus éri őket. Ezen felül 6 órában tanulnak angolul, az első éven kötelező az angol nyelv, de miután érkeznek hozzánk olyan diákok is, akik 2 tannyelvű általános iskolában végeztek, már felsőfokú angol papírjuk van, ezért számukra van lehetőség arra, hogy a tényleges 9. évfolyamtól, tehát a nyelvi előkészítőt követően felvehessenek egy 3. nyelvet, aminek szintén bekapcsolódnak a velük párhuzamos osztályoknak a munkájába, és csak rajtuk múlik, hogy meddig jutnak el. Tehát az angol nyelv az igazából nem kötelező végig, ez azoknak egy lehetőség, akik tényleg elérték azt angolból, amit meg lehet szerezni többletpont, vagy érettségire felkészülés céljából azt a szintet, és akkor ők választhatnak a kínálatból egy 3. idegen nyelvet, tehát a nyelvtanulási kapacitásukat igyekeznénk ezzel kihasználni. A nyelvi képzés mellett készségfejlesztő órák vannak, tehát a magyar nyelvi, a matematikai, természettudományos, illetve informatikai kompetenciáikat is fejlesztik különböző foglalkozásokon, illetve van egy úgynevezett tanulásmódszertan óra, ami kicsit szól az önismeretről is, tehát hogy a diák képben legyen azt illetően, hogy ő milyen tanuló típus, milyen módszerrel tud eredményesen tanulni, illetve majd segíti a későbbi pályaorientációt is. A spanyol nyelv iránt nagy volt az érdeklődés, tehát nagyon örültünk annak, volt túljelentkezés, tényleg a legjobbak kerültek be, és miután itt a megyében egyedülálló dologról van szó, a csapat lelkesedésével semmi probléma nincsen. Én mindenkinek kívánok ilyen lelkes és elszánt tanítványokat, mint a mieink. Nagyon buzgók, nagyon lelkesek, és törekednek arra, hogy egymás között is próbálják használni már a nyelvet. Egy idegen nyelv tanulásánál nagyon fontos, hogy a diákok ismerjék az adott célnyelvi ország kultúráját. Ehhez nagyon nagy segítséget nyújt számukra a nyelvi előkészítős tagozatos diákjaink számára a civilizáció óra. A heti 12 spanyol órából 2 óra civilizáció, ezt tartom én jelenleg ennek a csoportnak. Nagy lelkesedéssel, érdeklődéssel hallgatják ezeket az órákat, egyelőre magyar nyelven természetesen, mivel teljes alapoktól indul a spanyol képzés ennél az osztálynál. Természetesen, ahogy a nyelvi, illetve a szókincs szintjük eléri azt a megfelelő szintet, ahonnan már spanyolul tudjuk a civilizáció órákat is tartani, akkor áttérünk a spanyol nyelvre. Prezentáció készítésére van lehetőségük az adott témakörökön belül. Megismerkedünk Spanyolország és Latin-Amerika kultúrájával, földrajzával, történelmével, irodalmával, művészeteivel, gasztronómiájával, amiből én úgy gondolom, hogy később meríthetnek
hasznos információkat, akár a jövőbeli életükben egy spanyol üzleti partnerrel való tárgyalás során, ha ismerik a kulturális hátterét a partnernek, mindenképp nagyon fontosnak tartom a célnyelvi ország kultúrájának a megismerését. Az iskolában nagyon régi hagyománynak örvend a német nyelv. Tanáraik évtizedek óta elkötelezetten és eredményesen tanították és tanítják németre az újabb és újabb generációkat. Érdemes hozzánk jönni németet tanulni a nyelvi előkészítő osztályba, mert nagyon jó szaktanárokkal rendelkezünk, több évtizedes tapasztalatunk van ebben a témában, és amit még kiemelnék, hogy nagyon jó a tankönyvünk. Olyan tankönyvünk van, ami a mostani diákok tanulásához, érdeklődéséhez kapcsolódik. Van egy több mint 25 éves cserekapcsolatunk Szolnok testvérvárosával, Reutlingennel, ahová minden évben, amíg a vírus be nem ütött, utaztunk, és egy hétig vendéglátó családoknál lakhatnak a gyerekek, tehát teljesen a németet testközelből érezhetik reggeltől estig. Ebben a környezetben élhetnek, ami egy nagyon nagy előny. Most tavasszal igyekszünk, hát ha újra tudunk menni hozzájuk. Amit még érdekességként mondanék, hogy érdemes ezt az 5 éves képzésünket választani a nyelvi előkészítőben, hiszen 5 év alatt teljesen nyugodt tempóban a felsőfokú nyelvtudásig eljuthatnak a diákok. Tehát csak a tanórai oktatás keretén belül el tud jutni egy felsőfokú nyelvvizsgáig, emelt szintű érettségig, és utána egyetemeken is nyugodtan választhatják, bármilyen szakra mennek, azt a szakmai nyelvként a németet, és tudnak ebben dolgozni és tanulni. Bár ebben az intézményben a tanulás az első, van lehetőség a kikapcsolódásra és utazásra is. A Verségi Ferenc Gimnázium tanulóinak az élete elsősorban azért a tanulásról szól, de igyekszünk nagy gondot fordítani a közösségfejlesztésre is. Különféle programok, rendezvények, utazások szolgálják ezt a célt. Szeretnénk, hogyha az iskolát a tanulók otthonuknak éreznék, hogyha a bensőséges szálak fűznék őket az iskolához, és hát mindent megteszünk ennek érdekében. Az egyik nagyon szép rendezvényünk például a mindig bensőséges hangulatú, nagyszabású karácsonyi műsor, vagy említhetném a 12-esek szalagtűzőbáját, amit 4 éven keresztül nagyon várnak, és hát külön szerepet töltenek be az életünkben, nagyon fontos szerepet a különféle utazások. Ezek közül a Határtalanul programot emelném ki. Ennek a pályázatnak a keretében gyakorlatilag majdnem minden osztályunk eljut 5 napra Székelyföldre, Csíkszeredába, ahol a testvériskolánk, a Márton Áron Főgimnázium fogad minket mindig nagy-nagy szeretettel. És hát amellett, hogy a tanulóink megismerkednek Székelyföld nevezetességeivel, bejárjuk a dombokat, völgyeket, hegyeket, városokat, amellett nagyon fontos kapcsolatok épülnek ekkor ki. A két gimnázium tanárai és diákjai is különleges baráti kapcsolatokat kötnek egymással, és nem csak mi szoktunk odautazni, hanem a testvériskolánkból is eljönnek hozzánk a meglátogatott osztályok egy-egy hétre, akkor ők töltenek itt egy emlékezetes hetet, és hát nagyon szeretnénk, hogyha ez a már 13 év óta élő hagyománya továbbiakban is élő maradna. Nagyon sokat kell tanulni a Verségiben, vannak a legtöbb diák korán kell, későn fekszik, nagyon sok a házi feladat, sokat kell készülni mondjuk az órákra is, minden órára készülni kell, hogy ugye nem maradjunk le, egy betegség az rossz, ugye mindenféle téren, hiszen sok kimaradást eredményez és pótlandót, de ennek ellenére szerintem az iskolában nagyon jól megoldották azt, hogy a diákoknak legyen annyi szabad idejük, hogy fordítsanak időt magukra, társalgásra, barátok szerzésére és egyéb kapcsolatépítésekre, mint például az Erasmus Plus program, ahonnan ugye az iskolánkból is mennek diákok, és külföldről is így külföldi kapcsolatokat is építhetnek, vagy a Határtalanulba, ami pedig majdnem ugye egy hetes osztálykirándulása, azt nézzük végül is. 10. osztály elején az Erasmus Plus program keretében járt az iskolánkban egy tanár, a Dél-Franciaország Jean-Bérieu-en-Bugge település egyik gimnáziumából.
A nyelvtudásomnak hála vele sikerült egy kapcsolatot kiépítenem, és ő szerzett támogatást a Rotary Klubnál egy projektnek, aminek a keretében 2 hónapot tölthettem el az ő gimnáziumukban. Ez egy nagyon élménydús időszak volt számomra, rengeteg új emberrel és egy teljesen másik kultúrával találkoztam. Egy szeletkét láttam abból ez alatt az út során, amit az úti könyvekben előszeretettel nézegetek, mert mikor egy ember vagy valaki egy nyelvtanulásra, egy nyelv elsajátítására igen mond, akkor valójában nem csak erre a nyelvre mond igent, hanem a mögötte álló kultúrára is, ami a francia nyelv esetében elképesztően széles. A programok egy részért a DÖK felel. Nagyon fontos szerepet töltünk be, hiszen minél több programot próbálunk szervezni a diákoknak, illetve figyelünk is a diákokra, hogy mit szeretnének. Most is például programok közül a legutolsó nagyobb program az a rügyavató volt, amit megszerveztünk együtt. Nagyon-nagyon jó hangulatú volt. Itt versenyeket csináltunk igazából a 9-eseknek. Ugye ők most jöttek az iskolába, nem annyira ismerik, hogy itt mit kell, hogy kell, és így beavattuk őket. Vetélkedők voltak délelőtt, aztán le is pontoztuk őket, már minthogy zsűrinek be is ültünk, és akkor utána kiderült, hogy ki nyert ezt az egész napot. Nekik nagyon tetszett, legalábbis a visszajelzésekből ezt tudtuk meg, aminek nagyon örültünk, hiszen tényleg próbáltunk erre odafigyelni, hogy nekik nagyon tetszen és élvezzék. A legfontosabb célunk az, hogy bekerüljön a diák egyetemre, tovább tudjon tanulni, és ott el is tudja végezni ezt az egyetemet. A gyerekeknek 90-95%-a sikerrel felvételizik 12. után egyetemre, de hát vannak olyanok, akik egy kicsit később, de a nagy többség szinte mindenki biztos, hogy egyetemista lesz. Olyan gyerekeket várunk ide, akik ezzel a céllal azonosulni tudnak, és azért hajlandóak is tenni érte. A versegi annyiból hasonlít Amerikára, hogyha fogalmazhatok így, akkor a lehetőségek iskolája. Minden tanár és minden intézményi berendezkedés állandóan lehetőségeket ad a diákoknak, de nem erőltet semmit, sokkal inkább a diákok egyéni preferenciáira bízza azt, hogy a képességeiknek és érdeklődési körüknek megfelelő lehetőségekkel élnek-e vagy sem. Ezáltal nem kerülnek különösebb stressz helyzetbe az iskola tanulói, viszont minden forrást megkapnak ahhoz, hogy érvényesülni tudjanak. És hogy mi a sikertitka? Rend, rendezettség, fegyelem, kitartás, empátia, szeretet, szorgalom, akaraterő, tudás. Próbáljuk ezeket adni, vagy ha a gyerekben benne van, akkor erősíteni, segíteni, támogatni.